Megalakulásának 13. évfordulóját ünnepelte május 28-án a Kartali Könyves Kálmán Nyugdíjas Egyesület. A születésnap alkalmából meghívott társszervezetekkel, a környék településeinek nyugdíjas egyesületeivel összesen több mint 200 vendéggel együtt tartották meg rendezvényüket a faluházban. Ez alkalomból mindig itt a faluházat kérjük el, mert ez létszámilag is megfelel, ugye minden kedves nyugdíjas egyesületet meghívunk ide, ahol mi is szerepelni szoktunk természetesen. Tehát minden évben itt tartjuk a születésnapi ünnepségünket. Nagy Kartali leány vagyok, Nagy Kartalon születtem, és koromtól a nagy koromig benne fölnevelődtem. Ha ez a föld a fekete föld, piros rózsát teremne, akkor minden nagy kartali legény csak engemet szeretne. A Könyves Kálmán Nyugdíjas Egyesület megalakulása óta tagja a Nyugdíjas Klubok és Idősek Életet az Éveknek Országos Szövetségének, melynek nevében az évfordulós ünnepségen Bodnár Gábor, Pest megyei elnök tisztelte meg jelenlétével a kartaliakat. Nagyon nagy öröm ez számomra, hogy a 13. évfordulót, jubileum ünnepséget rendezhették meg a mai nap folyamán, és felzárkóznak a többi nyugdíjas egyesületek és nyugdíjas klubok soraiba, ugyanis már ők még fiatalok, de nekünk már vannak úgynevezett idősebb nyugdíjas klubjaink is. Hadd kell, hogy mondjam, hogy itt ezen a vidéken, Kartaltól Turán keresztül, a Galgavíd mentén olyan jól működő egyesületek, olyan jó működő klubok vannak, hogy tényleg az ember örömmel jön erre a részre. Nem hallok veszekedést, nem hallok vitatkozást. Azt látom, és ami lelkesít engem is, sok elég nehéz problémáim mellett, hogy itt látom, hogy a népi hagyomány őrzés teljes mértékben megvan. Gyönyörűen fel vannak az asszonyok öltözve. Hát ez valami csodálatos dolog. Tagjainkkal minden kedden délután 2-kor összejövünk, egy kicsit megbeszéljük az előtte eltelt hét eseményeit, illetve utána felkészülünk a legközelebbi fellépésre, olyankor énekpróba van, táncpróba van, egyéb dolgok megbeszélése. A Kartali Katolikus Egyházközség nevében Tamási József címzetes apát plébános is meghívást kapott a rendezvényre. Az egyházközségünk és a nyugdíjas klub nagyon szoros kapcsolatban van egymással. Például amiért fáradt vagyok, az annak köszönhető, hogy most egész éjjel hajón voltunk. És jó néhányan a nyugdíjas klub tagjai közül is velünk voltak, hisz 26-an csatlakoztunk a közel 200 zarándokhoz, akik este 6-tól reggel 6-ig a Dunán hajón ültünk, egészen a szlovák határig, ott pedig gyalogosan átsétáltunk Párkányba, és Párkányban vettünk részt egy ünnepi évféli szentmisén. Tehát sokszor találkozunk templomban, különböző programokon. Az eseményen vendégül látott szomszédos nyugdíjas csoportok régóta ápolnak kölcsönös baráti kapcsolatot a Kartali Egyesülettel. Az ünnepségen valamennyi meghívott társszervezet egy-egy műsorszámmal köszöntötte a házigazdát. Minden
Az idősek mellett a fiatal generáció is együtt ünnepelt az egyesülettel. A Kartali Rozmarin ifjúsági néptánccsoport több produkcióval is megörvendeztette a közönséget az évforduló alkalmából. Kartal Nagyközség önkormányzatának nevében gratulált az ünnepelteknek Olá Klára, a település alpolgármestere. Nagyon jó, hogy évről évre most már ismerős arcokkal találkozok, és ismerős embereket látok, mert ugye ezek az emberek már évek óta ide járnak, és én most nagyon örülök, hogy most jöttem ide felbeszélni, mert én nagyon büszke vagyok. Látják, hogy milyenek a nyugdíjasaink, látták, hogy milyenek a fiataljaink. A jó Isten fentről nagyon boldog, hogy a kartaliak ilyen szépek, ilyen ügyesek és ilyen gyönyörűek. A jó Isten éltesse magukat, erőben, egészségben, szeretetben, és remélem, hogy a következő 13 évben is mindig meghívnak, és itt lehetünk magukkal. Köszönjük szépen! Minden évben rendszeres szereplői vagyunk a herencsényi Palóckereszt búcsú és falu napnak. Ott népdalcsokkorral, néptánccal szoktunk szerepelni. Mi is visszahívjuk őket, nagyon jó a kapcsolat köztünk. Szoktunk lépni rendszeresen Versegen, Aszódon, Bagon, Turán, és természetesen itthon Kartalon a falu ünnepségeken, karácsony, március 15 dalcsokorral, hozzáillő dalcsokorral, illetve koszorúzni szoktunk. Ezen kívül tavaly szerepeltünk Sopronban is, ott az életet az éveknek második fesztivál zajlott, és mi oda beneveztünk népdal, néptánc kategóriával, és mind a két kategóriában oklevelet kaptunk. Tavaly még volt egy jelentős esemény, az élő népművészet országos kiállítást szervezett, amire mi beneveztünk népviseletes, kartali népviseletes babáinkkal, és befogadták a babáinkat, és a Cegléden megrendezett ünnepélyes megnyitóra meghívtak minket is, ahol díszoklevelet kaptunk. Sárga rék a petezelyen, kukorica szár. Jaj, de kényes, jaj, de büszke az a szó világ. Őrös körül szalagos a kötője, rá se néz a máskarusi legényre. Kimasom a nem is adom akármilyen legény kezében. Annak adom, kit igazán szeretek, akivel az oltár elé mehetek. Én az Aszódi Városi Nyugdíjas Klub hagyományőrző csoportjával érkeztem, és ez a csoport ilyen állam az államban, ez a nyugdíjas klub létszáma közel 100, és mi vagyunk körülbelül 20-an, általában kicsit mozog a létszám, és mi szoktunk általában magja lenni a klubnak, és ha valahova vendégségbe hívnak, mi mindig megyünk, és szívesen. Citera kísérettel adtunk el egy galgamenti népdalcsokrot. Ez a legfőbb profilunk, hiszen a galgamentén élünk,
szeretjük és visszük a hagyományt tovább. A környékben mindig elmegyünk, ahova hívnak, szívesen, szeretettel, és egész Galga mentét végigjárjuk. Nagyon jó viszonyban vagyunk az összes klubbal. Egyébként én a területvezetője vagyok ennek a Galga mentének, és egész Versegig, Domonyikladig kinyúlik a területem. Nagyon sok csoport, sok klub tartozik hozzám. Szoktunk összejönni évente egyszer-kétszer, és megbeszéljük a fontos dolgainkat. Nézlek, nézlek, de hiába nézlek, nem való vagy te szegény legénynek, gazdagabbat fogsz te majd keresni, engemet pedig el fogsz felejteni. Gazdagabbat fogsz te majd keresni, engemet pedig el fogsz felejteni. A legfőbb célunk, én úgy gondolom, nem csak nekünk itt a Szódon, elsősorban arról tudok leginkább beszélni, de a környékbeli kluboknak is az a legfőbb célja, hogy az idős embereket a magányból, az egyedüllétből, az elmagányosodásból kicsalogassuk, és ki... mondjam azt, hogy kicibáljuk. Sokszor egy elég sok rábeszélésre is szükség van ahhoz, hogy a klubba bevonzuk, de előbb-utóbb általában sikerül, és nagyon jó hatással van a közösség az összes idős emberre. A versegítem Londonja, jaj, de messzire ellátszik. Közepébe a négy sarkába négy száraz marink lehajt. Egyik hajlik a vállamra, másik a babáméra. Lehajtom a hús fejemet, rózsám ölelő karjára. Most legközelebb Herencsénybe megyünk, június 2-án, előtte, ja utána, nyaralni megyünk egy hétre, illetve 8 napra, minden évben rendezünk. Ugye idősek és az érdeklődők szabad idejét sok irányúan szervezgetjük, nyaralni visszük őket színházlátogatásba, bérletünk van az Operett Színházba, a Hagyományok Házába, és hát több helyre, több színházba megyünk. Tulajdonképpen, és hát a rendezvényeken is itt vannak velünk az egész tagság, mert nem csak ennyien vagyunk, hanem közel 70 a tagságunk. Az ünnepi műsor végén a résztvevők közösen énekelték el a nyugdíjasok himnuszát, majd a születésnapi rendezvényt Rada László közreműködésével jó hangulatú bál zárta. Bogyó, bogyó, szülő, bogyó, apu.